Jó estét kívánok, sziasztok! Ez a Frisbee Pajdu Héterrel, a Frisbee YouTube csatornája. Ma esti vendégem pedig egy egész különleges ember, aki elhagyatott helyeken jár. Fogadják sok szeretettel Urbex Gyulát! Szia, Héter! Mielőtt rátérnénk konkrétan, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, először ismerjük meg téged. Hogy telt a gyerekkorod? Hát a gyerekkorom az nagyon rossz volt. Hát ugye elég keserves anyagi körülmények között nőttem fel. Amikor gyerek voltam, konkrétan olyan házban laktam, hogy nem volt benne villany, nem voltak ablakai, se padlói. Aztán 4-5 éves koromban autóbalesetben az összes családtagomat elvesztettem, utána kerültem állami intézetbe, ott folyamatos volt az agresszió, folyamatosan vertek, cikiztek, nem egyszer, szinte majdnem halálra vertek, megerőszakoltak. Ezt nem mondod komolyan? De, esküszöm, többször is. Volt olyan nap, amikor kétszer is, szóval rengeteg lelki trauma ért engem akkoriban. És hogy tetted magad ezen túl? Mi történt ezután amúgy? Hát utána elkerültem egy ilyen bentlakásos iskolába, ahol szintén nem volt jó, folyamatosan ott is terrorizáltak. Nem egyszer fordult meg a fejembe, hogy hú, de durva. Hát véget vetek a szenvedéseimnek. Többször meg is próbáltam ezt, persze. Ezt nem mondok komolyan. De. Sőt, de mi? Hogy le akartál ugrani hídról, vagy mi? Hát igazából mindent, ami ilyenkor ugye szokott jönni. Nagyon rossz szakasz volt az életemnek. Ez a 19-20 évig bezárólag, bár utána se volt könnyű azért. Hát akkor nem volt valami jó gyerekkorod? Hát nem. Amikor felnőttem, akkor se fordult jobbra az életem. Lecsúsztam, drogoztam, folyamatosan be voltam lőve, bűnözésből éltem. Volt olyan, amikor 6 évet voltam börtönben, szóval hát akkor se fordultak jobbra a dolgok. Sőt, többször volt olyan, hogy túladagoltam magam, és ott feküdtem az utcán a saját hányásomban, meg az üdülékemben, és senki nem segített, senki nem jut oda segíteni. Hát őszintén megmondom, ez egészen elképesztő volt hallgatni. Én nem hittem volna, hogy, hogy egy történet ennyire megrendítő tud lenni. Elég magával ragadó volt, meg minden. Köszönöm, hogy itt voltál, önök nem érnek sehova, majd jön a következő vendégünk.